Az előrejelzések szerint a tavaszias időjárás és az átlag feletti hőmérséklet tartós lesz. Ezt csak kisebb lehűlések zavarhatják meg. Március 20-a körül és a hónap végén néhány fokkal kevesebbet mérünk majd. Ilyenkor szokott azért hozni futóhózáporokat, tehát egy-két napos esetleg erőteljesebb lehűlés akkor sem jelenti persze az, hogy napközben is 0 fok alatt, hanem a plusz 4, plusz 5. Tehát ez ilyen hőmérsékletű, amilyen volt az előző napokban. Ugyanakkor várható azonban, hogy ez a lehűlés meg ott a hónap legvégén ugyancsak várható még egy-két napos ilyen lehűlés. Inkább ilyen hideg betörések lesznek, tehát nem lesz jellemző az időjárásokra, inkább a magas, tehát átlagos, illetve az fölötti hőmérsékletek. A távolabbi kilátások szerint idén hosszabb lesz a tavasz, mint a korábbi években. A télből nem lépünk azonnal a nyárba, mondja a szakember. Az utóbbi években ugye már februárban is kivirágzottak, tehát voltak már ugye rügyek, ez most lassabban megy, úgyhogy nagyobb kár szerencsére nem lesz, úgyhogy ha lesz is lehűlés, nem fog akkora kárt okozni. A jelenlegi időjárás egyébként kedvez a mezőgazdászoknak, főleg a gyümölcstermesztőknek. A fák ugyanis később rügyeznek, és így nem kerülnek veszélybe a hűvösebb tavaszi napokon. A meteorológus szerint 18 Celsius fok feletti nappali hőmérsékletre április 5-e után számíthatunk.